Köszöntöm a Cikádon magazin nézőit! Bátaszéken is a vártnál jóval kevesebben mentek el a Pécsi Klinikai Központ által szervezett koronavírus szűrésekre. A szűrőbuszos vizsgálata reprezentatív kiválasztás alapján küldenek meghívót. Országosan 17 ezer embernek küldtek meghívást, de a Tolna megyei tapasztalatok azt mutatták, a részvételi arány alig haladja meg a 40%-ot. A koronavírus járvány kontrollálása érdekében a Pécsi Klinikai Központ szervezésében a szűrőbusz megérkezett Bátaszékre is. Ide 83 embert vártak a városból és környékéről. A reprezentatív mintavétel érdekében minden korosztályból hívtak a szűrésre. Így teljes képet lehet majd kapni a magyarországi helyzetről. A kiválasztást a központi statisztikai hivatal végezte, mondta a klinikai központ vezetője. Akiket a központi statisztikai hivatal kiválasztott és meghívást kaptak, hogy vegyenek részt a szűrővizsgálaton. A résztvevő személyek jelenléte fontos, nem lehet kicserélni, nem lehet mást elküldeni, mást odaengedni a szűrővizsgálatra. Az ő személyük azért fontos, mert a reprezentativitás szempontjából létfontosságú. Nem csak saját egészségük vonatkozásában kapnak információt magáról a vírus jelenlétéről vagy a korábbi fertőzöttségről, hanem egy statisztikai közösséget 400-500 főt is magukba hordoznak. Ennek alapján lehet majd megtervezni a további védekezést. A másik szempontból viszont megnyugvást adhat a vizsgálat a kiválasztottnak is, hiszen kiderül róla, ő nem beteg, vagy már túlesett a fertőzésen. Hellinger László örült a meghívásnak. Hát szerintem egy hasznos dolog. Már ekkora veszélyes betegségek vannak, akkor ha ingyenes valami, akkor már meg kell próbálni. Igen, én egyből rávágtam, hogy hogyan jönnék-e. Nekem ugye vannak embereim, dolgozóink vannak, nem mindegy, hogy most egyszerre zuhanyszerűen mindenkit bezárnak, ha valaki ide behozza a betegséget. A jobb az, ha az ember tudja, hogy működik. A tapasztalatok azt mutatták, hiába az ingyenes vizsgálat lehetősége, a meghívottak jelentős része, az esetek többségében több mint fele nem vesz részt a vizsgálaton. Valami fajta információt kapjunk adott esetben a település tekintetében, vagy a településhez közel lévő más települések tekintetében, hogy a koronavírus járvány az jelen pillanatban hol tart, vagy hol tarthatott, hiszen a szűrővizsgálatok arra adnak majd lehetőséget, olyan következtetések levonására, hogy jelen pillanatban az érintett az fertőzés alatt van-e, illetve hogy esetleg átesette már a fertőzésen. Ugye a statisztikai hivatal mindenkit kiértesített a hét elején, 19 bátaszéki polgár kapott lehetőséget arra, hogy ezzel a vizsgálattal éljen. Nagyon bízom benne, hogy mind a 19-en eljönnek, és már csak a saját egészségük, meg a saját megnyugtatásuk érdekében átesnek ezen a vizsgálaton. Többen jönnek még a város környéki településekről, közel 80 vizsgálat elvégzésére lesz majd lehetőség. Hát tényleg bízom benne, hogy minél többen élnek majd ezzel a lehetőséggel, és akkor képet kapunk, hogy Bátaszék, illetve Bátaszék környékén jelen pillanatban hol tart a vírus helyzet. Különböző közösségi oldalakon, felületeken hát elég riasztó információkat adtak a vizsgálatról, hogy ez mennyire fájdalmas. Mivel három helyről vesznek mintát, orrból, garatból, ugye vesznek mintát, illetve vérből, ezek nem olyan típusú vizsgálatok, amelyek bármifajta fájdalommal járnának. Én azt gondolom, hogy ezt a kétet el kellene oszlatni mindenki elől. Nos, az internet hatása erősebb volt Bátaszéken is a lehetőségnél és az észszerűségnél. A meghívott 83 emberből 33-an jelentek meg a szűrésen. Közel 22 millió forintot nyertek pályázatukon a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnokság munkatársai. A pénzből bérekre, működésre és eszközökre is fordíthatnak. De nem csak ez az egyetlen fontos esemény a laktanyából, a koronavírus ugyanis ott is változásokat hozott. A koronavírus hazai megjelenése az élet minden területére rányomta a bélyegét. A járvány olyan változásokat hozott a mindennapokban, amik békeidőben elképzelhetetlenek lettek volna. Igaz ez a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság munkavállalóira is. Jelen pillanatban a híradó ügyeletes tartózkodik a laktanyában, illetve adminisztratív teendők miatt én szoktam bent lenni. A szolgálatvezetők is otthonról adják a készenlétet, illetve az állomány többi tagja.
sem civilek, sem pedig hozzátartozók nem jöhetnek be, kizárólag a bátaszéki önkormányzati tűzoltóság tagjai léphetnek be a laktanya területére. Fertőtlenítő és lábmosó fogad mindenkit a laktanya előterében. Ezeket most mindenkinek kötelező használni, amielőtt a szolgálati helységbe lép. Napi kétszer történik fertőtlenítés a tűzoltóságon. Ilyenkor a híradóügyeletes a szekrényeket, kilincseket, illetve a napi használati tárgyakat feltétlenül le kell, hogy fertőtlenítsék az erre rendszeresített fertőtlenítőszerekkel, illetve amennyiben káreseti felszámolás történik, akkor záró fertőtlenítés alá vonjuk a gépjármű fecskendőket, illetve két hetente egyszer ózongenerátoros fertőtlenítésre végzünk mind a gépjármű, mind a gépjárműveken, mind pedig az összes létező szolgálati helyiségünkben. A veszélyhelyzet és a szigorú intézkedések ellenére sem állt le viszont a munka a parancsnokságon. Ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy a bátaszéki önkormányzati tűzoltók több pályázatot is megnyertek az elmúlt hetekben. Azt mondhatom, hogy a 2020-as év az a pályázatok éve volt a tűzoltóságon. Három pályázaton szerepeltünk sikeresen. Egy 1,9 millió forintos bérkompenzációs támogatást nyertünk el a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatáson keresztül, amit ugye a munkavállalók bérkorrekciójára tudunk használni, hiszen most a garantált bérminimumot is emelték az idei évben. Ezen kívül, aminek nagyon-nagyon örültünk, egy működési célú pályázatot nyertünk szintén a BMOKF által, a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóságon keresztül. Ez egy nagyon nagy összeg, ami számunkra 15 millió forintot sikerült elérni működési célra, illetve a múlt héten csütörtökön tudtam meg, hogy sikeresen vettünk részt szintén BMOKF-es pályázaton eszközfejlesztésre, ez pedig egy 4 millió forintos eszközfejlesztést jelent. A közel 17 millió forintos működési és bértámogatás mellett tehát 4 millió forintot eszközökre fordíthatnak a bátaszéki tűzoltók, és már az is nyilvános, hogy pontosan milyen beszerzéseket tervez ebből a pénzből. Az idei évben feltétlenül leszerettük volna cserélni a számunkra már elavult légzőkészülékeket, úgyhogy három darab korszerű Dräger légzőkészüléket tartalékpalackkal, illetve mentesítő állarccal nyertünk, egy korszerű kárhely megvilágító berendezést, illetve a napi szinten használatos motoros láncfűrészek azok, amiket pályáztunk, illetve a tömlőket, hiszen ezek mondhatjuk azt, hogy havi szinten kopnak el egy-egy káreseti felszámolás során. Közel 30 darab tömlőt fogunk tudni az idei évben lecserélni, illetve ebbe a pályázatban még belefér két teljes garnitúra bevetési ruha sisakkal együtt. A bátaszéki önkormányzati tűzoltók tehát ha megváltozott rendszerint is, de most is dolgoznak, és a már elnyert pályázatoknak köszönhetően a korábbinál méltóbb körülmények között tehetik a dolgukat. Liberalizálódott a véradás rendszere Magyarországon, ennek megfelelően többen nyújthatják a kezüket embertársaik megsegítésére. Bátaszéken a napokban szerveznek véradást, a vírusjárvány miatt jelentős biztonsági intézkedések közepette. A nemzetközi gyakorlathoz való igazodás kezdődött a magyarországi véradási rendszerben, ami azt jelenti, hogy liberalizálódott a folyamat, mondta Kostyáni Kovács Klára háziorvos. Sokkal több ember mehet mostantól vért adni, mint az ezt megelőző időkben. 2020. január 1-e óta a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a kiszűrési kritériumokon változtatott az Országos Vérellátó Szolgálat. Két szempontot emelnék ki. Az egyik az volt, hogy eddig az allergiás betegek kezelve, kezeletlenül, tehát allergiás tünetekkel bíró egyének nem jöhettek véradásra. Jelen álláspont szerint a kezelt allergiás beteg tünetmentes állapotban eljöhet vért adni, tehát csökkent azoknak a krónikus betegségeknek a száma, akiket a véradásokról kizárunk. Ez nagy öröm, mert a felnőttek egynegyede most már allergiás, és bízunk benne, hogy ezzel a nemzetközi gyakorlathoz történt kiszűrésigazítással bővül a véradóink köre. A másik, ami szót érdemlő változás január 1-e óta, az a szexuális kapcsolatokra való változást jelenti. A szexuális irányultságtól függetlenül mindenki eljöhet véradónak. Egyedül a rossz szexuális gyakorlatot, tehát a gyakori partnercserét diszkriminálja a szabályzatunk. Ennél nagyobb változást hozott a véradások szervezésében
a koronavírus járvány. Az utolsó véradás Bátaszéken március első hetében még a járvány előtt volt, ahol a település hát közepesen szerepelt. Ezért is örülök a lehetőségnek, amit most a COVID kapcsán kaptam, hogy mozgósítani tudom, és fel tudom hívni a figyelmét a lakosságnak, a donoroknak, a donor jelöltjeinknek a véradás fontosságát tekintve, illetve a megváltozott szabályokat nézve. A COVID-járvány miatt a véradás idejére is új szabályok léptek életbe. Aki egy hónapon belül külföldön járt, ők ne jöjjenek el vért adni. Természetes, hogy aki koronavírusban szenvedő, ne jöjjön, de azok, akiket kontaktált koronavírus fertőzött, vagy jelenleg megfigyelés alatt áll családtagja, ők szintén ne jöjjenek el véradónak. Tudomásunk szerint vérrel nem vihető át a koronavírus, jelenleg csak cseppfertőzéssel terjedő eseteket ismerünk, de ezzel, hogy ők ne jöjjenek el, védeni szeretnénk az ott dolgozó egészségügyi dolgozókat, valamint védeni szeretnénk a többi véradót, aki megjelent a véradáson. Nagyon várjuk a főiskolásokat, illetve azokat a gimnazistákat, akik hát a 18. életévüket betöltötték, és éppen nem érettségiznek jelenleg. Ők új első véradóként, ha a rendszerbe behívhatók volnának, a Maradj Otthon kampányba, ha kimozdulnának egy nemes cél érdekébe, akkor hát nagyot segítenének embertársaikon. Az országos vérellátó honlapján folyamatosan követhető, hol van éppen véradás az országban, illetőleg, hogy Bátaszék környékén mikor és hol szerveznek akciókat, mondja Kovács doktornő. Bátaszéken május 12-én és 13-án lesz véradás, a honlapon fönn szerepel a pontos időpont. Éppen azért két napra, egy keddi-szerdai napra tettük ezt a véradást, hogy ne legyen tumultus. Tehát, hogyha eljönnének 70-en, akkor ne kelljen várakozni túl sokat az udvaron, mert hogy a helysége úgy van berendezve, hogy 1,5-2 méter távolságot minden vizsgálóponton megtartsanak egymástól a donorok is. Természetesen ez az ő védelmüknek érdekében történik. A beléptetéskor lázmérés van, illetve egy rövid COVID-tesztet kell kitölteni, és ennek negativitása esetén kézfertőtlenítés, szájmaszk felhelyezése következik, saját tollal kap mindenki, és azzal írhatja alá, töltheti ki a szokásos kérdőívet, ami egy kicsit liberalizáltabb az előző évhez képest. Tehát nagyon szeretnénk kérni, hogy akik a munkahelyekről otthon maradtak, a Maradj Otthon programunk, vagy kampány, vagy kényszerűség kapcsán ebben a helyzetben, ők jöjjenek el, és adják vérüket a beteg emberekért, hogy ők is egészségesek lehessenek, vagy hát gyógyulhassanak valamilyen szinten a betegségeikből. Jelen pillanatban is a kórházi ellátás során a véradó állomásoknál egyfajta készletgazdálkodás folyik, amire nagyanyám mindig azt mondta, hogy ha valamiből kevés van, abból keveset használj, a zsírosbödön fenekén levő zsírból, ami törmelékes, csak félkanállal szabad kivenni, nehogy elfogjon. Nem szerencsés, hogyha egy nehéz egészségügyi helyzetnek, egy veszélyhelyzetnek úgy futunk ha neki, hogy a készletgazdálkodáson kell gondolkodnunk. Szeretném, hogy és mindannyian szeretnénk, közös érdekünk, hogy a készletek fel legyenek töltve, még a ritka vércsoportokból is. Adhatunk egymásnak időt, vért, adhatunk virágot, finom ételeket, de a legnagyobb dolgot, az egészséget javítani, egészséget adni ezzel a szövettel, mert a vér az egy testszövetünk, csak azok az emberek tudják, akik az egészségüket megőrizték a koronajárvány kapcsán is, tehát otthon tudtak maradni, betartották az ide vonatkozó szabályokat, sportoltak, megfelelően étkeztek. Őket kérjük, hogy jöjjenek és támogassanak bennünket.
Az elmúlt hetekben rendszeresen megszólalt a muzsika Bátaszék utcáin a Filharmónia Magyarország szervezésében. Erről mi is hírt adtunk már korábbi magazinunkban. Az utcán való zenélés azonban nem új keletű Bátaszéken. Elég a református egyházi közösség által szervezett zenei táborának nyári koncertjére emlékezni, ahogy ezt tesszük mi is a következő percekben. Tanner Vilmos vezetésével már évközben is foglalkoznak a református egyház keretein belül muzsikálással. A fiatalok zenei tudásának továbbképzését, a közös zenélés örömének élményét akarják ebben a táborban még erősebbé tenni. Az előkészítő munka gyakorlatilag abból állt, hogy elterveztük, hogy milyen dalokat szeretnénk játszani, és ezekben milyen hangszerek felelnének meg, és próbáltunk behívni olyan gyermekeket, illetve olyan tanárokat, akik ezeket a hangszereket tudnak játszani, illetve megtanítják a gyermekeknek a szólamokat. Én azt gondolom, hogy egyre jobban fejlődnek ebben a dologban, és nem csak az egyház zenére, hanem tehát egyéb más zenét is játszunk, tehát nincs kikötve, hogy csak azt játhatunk, hanem hogyha van nekünk jó témája, jó ötlete, akkor azt eljátszunk szívesen. A cél az, hogy minél több zenész legyen itt Bátaszéken, illetve ahol az ember él, ott jó muzsika szólaljon, meg jó zene, és ezt úgy tudjuk elérni, hogy minél több jó zenész van. Az Alsónyék Bátaszéki Református Egyházközség hosszú évek óta szervez táborokat. Ezeknek a tematikus táboroknak új kezdeményezése volt a tavaly első ízben létrejött zenei tábor. Úgy gondoltuk az idejétől, hogy kicsit nyissunk a környező települések felé is, így Bátaszékre, mint a környék legnagyobb településére esett a választás, és így fogunk itt koncertezni. A táborban mindenkit, aki akár a megyéből vagy megyén kívülről olyan fiatal, aki szívesen akár ismerkedne a zenével, vagy akár már valamilyen szinten zenél, a számunkra elérhető létező összes fórumon, illetve a társegyházközség megszólítva próbáltuk minden település fiataljait hívni és várni. Most összesen 20 gyermek érkezett ide hozzánk. Nagyon sok volt az olyan jelentkező, aki érdeklődött egyelőre a program után, de picit bátortalanok. Nagyon bízunk benne, hogy most mivel ez a második táborunk, így azok a gyerekek, akik részt vesznek a táboron, hazamenve, elmesélve a többieknek, bízunk benne, hogy jó reklámot csinálnak nekünk, és a helyi egyházközség szervezőként van ebben benne. Alapvetően a zenéink jelentős része az kapcsolódik valamilyen egyházi zenéhez, de a teljes könnyűzenei repertoár megtalálható a gyermekek játékában. Az volt a terv, hogy lehetőség szerint a nap jelentős részében legyen lehetőség egyáltalán számukra közösségi együttlétre, amelyben önállóan zenélnek, és sportolnak, sok minden mást is csinálnak, tehát nem akartuk az egész napot kitölteni szervezett programmal, és hát azt kell mondjam, hogy akik felnőttek velük vagyunk így az egész napban, minden típusú zenét játszanak. Hozsánna, hozsánna, hozsánna Dávid fiának, hozsánna, hozsánna, hozsánna Dávid fiának. Száll énekünk, szívünkből szeretünk, nincs közikban senki más, csak te vagy a mi Istenünk. Többnyire ugye a táborvezető Tanner Vilmos hozza a dalokat, amiket itt megtanulunk. Ő már itt ugye a Bátaszéki Református Egyházközségben végez egy ilyen missziót a fiatalokkal, hogy zenélni tanítja őket, és istentiszteleteken fellépnek, keresztény könnyűzenét játszanak, és ugye ezt a csapás irányt visszük a táborban is. Mivel hogy az itt táborozó diákok nagy többsége már ugye Vilmos keze alatt dolgozik, ezért így könnyű velük dolgozni, és abszolút befogadóak erre, és hát nagyon
ügyesek is. Ma is érkezett egy kislány hozzánk, hallotta, hogy van tábor, Morágyi is szeretne jönni, persze természetesen jöhet, de hát ő még nem ismeri a zenéket, mondtuk, hogy senki nem ismeri először, de aztán majd lassacskán megismerjük, és akkor ugye vannak évközben is ilyen egy-egy napos kis összeülések, ahol szintén zenébe foglalkozunk, átveszik a kottákat, készülünk a tavaszi SDG koncertre. Fönt Balatonszárszon van egy ilyen Solidaro Gloria központ, ahol a gyermekeknek van egy ilyen hétvégéjük, ahol mi szolgálunk a zenével. Rettentően kreatív a társaság. Ez most talán már most is hallatszik itt mögöttem, hogy mindent ki tudnak találni, és fantasztikusan jó látni azt, hogy olyan gyerekek, akik soha életükben nem találkoztak, akár már 4-5 óra közös zenélés után, hogy ülnek egymás mellé, és itt én nem vagyok zenész, de a zenészek nyelvén, tehát hogy jammelnek együtt, hihetetlen, fantasztikus, rettentően kreatívak, és nagyon-nagyon nyitottak. Én azt tudom mondani, hogy nem csak, hogy összeköti őket, de itt aztán tényleg nincsenek sem kulturális különbségek, sem korbeliek. Hát ezt tényleg csak körül kell nézni. Örvendezek, énekelek, örvendezek és énekelek, örvendezek, mert az én Uram szeret, megváltotta az életemet. Örvendezek, énekelek, örvendezek és énekelek, örvendezek, mert az én Uram szeret, megváltotta az életemet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!